A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy kötetet tartok a kezemben, Úri Passzió, Májár Tamás interjúregény Arató Antallal. Az elmúlt héten, hétvégén volt a könyvemutató a Vörösmarty Társaság újjáfestett gyönyörű dísztermében, és fantasztikus siker volt. És ezen én nem lepődtem meg egyáltalán, hiszen előtte már a szerzővel, Májár Tamással beszélgettünk erről, hiszen akiről szól ez a könyv, az egy csoda számunkra. Hála Istennek itt van velünk ő is, tehát vendégeim Arató Antal, címzetes könyvtárigazgató, szervusz, és Májár Tamás újságíró, tisztelettel köszöntelek. Igen, Bodor Ádám úgy fogalmazott annak idején, hogy az írónak tisztába kell lennie azzal, hogy a műve körülbelül hol helyezkedik el a kortárs irodalom hierarchiájában. Nos, ez egy olyan megfogalmazás, ami azt hiszem, hogy illik ehhez a kötethez, annál is inkább, mert hogy ezt a könyvet bizonyos vagyok benne, és ez bebizonyosodott a díszbemutatón is, nagyon-nagyon sokan várták, hiszen Arató Antal Székesfehérvár egyik ismert és elismert személyisége. Nos, hát ennek tükrében ajánlom én olvasásra a kedves nézőink ezt az interjúregényt, és akkor merüljünk el a könyv megszületésének körülményeibe, hiszen bár nekem meggyőződésem, hogy soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy egy ilyen könyv megjelenjen, egy ilyen nagyívű mesélős történet, ami valóságokat tartalmaz, de azért ehhez nagyon sok minden kellett. Először is beszéljünk az indítatásról, hiszen azt már megtudhattuk ott a könyvemutatón is, hogy ehhez kellett a barátság, mert hogy barátság nélkül nem működik. Ki miként emlékezik az első találkozásra, ami aztán később kiérlelődött, és egy könyvformájában megjelenhetett? Hát a Tamás illetékes erre leginkább. Nekem az rémlik, hogy 2015 lehetett, azért tudom ezt így, mert egy születésnap bulin lehetett ez az első találkozás, hogyha jól emlékszem, akkor ez volt az első, ez 15-ben Perényi László késkészítőnél, művelődés szervezőnél egy házi buli volt, ahol azt is tudom, hogy szarvast ettünk Túros Tuszával, és oda Miklós Jancsi keramikus, Miklós János, Horváth János képzőművész, festő, Nagy Norbert fotoriporter mellett, meg még páron biztos voltunk, én is meghívást kaptam, azóta is tartjuk a barátságot, és hát ott volt Arató Antal, nekem az rémlik, hogy a két János valamilyen esztétikai vitát folytatott nagy hívvel, illetve hát Miklós Jancsi nagyobb hívvel, Horváth János halkabb szavakkal. Aztán jött Tóni, és megmondta, hogy melyik könyvben hol kell ezt elolvasni, hogy mindenki megnyugodjon a végeredményben. Nem oktatta ki őket, nem mondta el, hogy ne vitatkozzanak, hanem a Lacit ünnepeljük inkább, hanem csak szépen megmondta, hogy melyik könyv az illetékes, nagyon tetszett nekem ez a megoldása. Tehát ez volt az alap. Ez volt az úgynevezett első találkozás, ami aztán egy mélységes emberi életutat adott neked, illetve hát megismerhettél egy olyan embert, mélységeiben is természetesen, aki nagyon sokat tett mindezért. Beszéljünk erről a barátságról. Hogy alakulhat ki, hogy egy fiatal annyira elnyeri a bizalmadat, hogy elmeséled neki mindazt, amit még, én azt hiszem, hogy még csak tövében se hallhatott ember fia? Hát tulajdonképpen nem is bizalom kérdése volt ez, hanem a egyre többszöri találkozás. Általában meglátogattak, ittunk egy-két dobozos sört, én pedig hát a magam életéből mondtam anekdótákat
De a könyv története tulajdonképpen akkor alakulhatott ki a Tamásba, amikor ugye újságíróként többször kérdezett, hogy miről írjon. Hát éppen a üldözöttek napja, a kommunisták által üldözöttek valamilyen évfordulója volt. Mondom, írjál a kitelepítésről. Családom ki volt telepítve, ebbe is vannak jó anekdoták, ugye nagypapa, vezérőr, nagy mi kisgyerekek, és így tovább öten egy kuláknak nevezett házának az egy szobájában hogyan éltünk. Na, csinált is egy szép egy kolumnás cikket a hírlapba, aztán ugye folytatódott a történetek sora, amíg ő valahogy rájött arra, hogy ez talán érdemes lenne arra. Nekem eszembe se jutott, hogy ebből egy interjú regényt csinálni. És akkor jött Magnóval, kipróbáltuk, hogy lett, és nagyon jó sikerült. Gyerekkoromtól kezdve tulajdonképpen napjainkig. Ugye azt tudjuk, egy ilyen kötet az, hogy már mondtam, megírás a bizalmi kérdés. Hiszen olyan mélysége már, mint a Arató Antal életének, családjának életének olyan mélységeit tártad fel, ami azt hiszem, hogy egyedülálló mindenképpen. Voltak-e kétségeid, félelmet közben, hogy ezt miként lehet úgy elénk tárni olvasók elé, hogy ez abszolút hiteles maradjon minden, mert hogy ennek a kötetnek minden porcikája hiteles? Félelmek nem voltak e tekintetben. Neki azért ezek az anekdotái már egyik-másik tényleg jól ki van érlelve, ezeket szerintem már sokszor sok társaságban mesélte. Aztán volt olyan téma is, amit aztán nehezebben lehetett egy picit, akár a Balszeme világának gyerekkori elvesztését, azt egy picit nehezebben, de azt is elmondta, vagy a, ugye hát Jászberényben volt könyvtárigazgató a 70-es években, és annak a miértjeit, hogy az ottani életét miért hagyta ott, az is egy az nehezebb kérdésfelelet volt, nem is ment azonnal, hogy összeszedje ezekre az igazán válaszait, a gondolatait. Hát ezek voltak olyan témák, ahol talán jobban kellett vigyázni, hogy ne sérüljön semmi. Gondolom, hogy szárnyaltak ezek a beszélgetések. Hogyan lehetett mindig az előzőhöz kapcsolódni? Erre oda kellett figyelnetek, hogy ívet adjatok az egész történetnek? Az az igazság, erre a Tamás figyelt oda. Fogta a Magnót, beszéltem erről, arról, és amikor leírta, hát felnagyította, vagy felolvasta nekem, ugye nem tudom, már legnagyobb betűmérete felnagyítva se, akkor ő ebből összeállított különféle fejezeteket. Tehát ez a könyv egészen másként készült, mint én elképzeltem, hogy feltesz egy kérdést, én válaszolok, ő leírja, hanem ezekből a válaszokból szerkesztette meg az egyes fejezeteket. Az önálló fejezetek, amik időrendben is követik egymást, de ugyanakkor tematikailag összetartoznak. Tehát ez az ő különleges szerkesztői munkája és munkájának. Ezért lehet elnevezni nem interjú kötetnek, hanem ők találták ki ezt is interjú regénynek. Tehát nem voltak kétségeid, és ráadásul tudatosan készültél. Itt a tudatosság, én azt mondom, nagyon-nagyon fontos volt, hogy ne vesz el a részletekben, és egységes egészé formáld. Igen, voltak olyan pillanatok, amikor kis tenyérnyi jegyzetlapokra írtam föl témákat röviden, hogy éppen melyik bekezdés miről szól, és ezt a otthoni nagy francia ágyra kiraktam, hát nagyon sok cetli összegyűlt, nem akarok butas számot mondani, de rengeteg volt, eltakarta az ágyat, és ott rakosgattam, mint egy ilyen Tetris játékban rakosgattam, hogy mi az, ami esetleg kétszer, vagy többször előfordul a beszélgetésben, akkor azt nyilván kihúztam. Tehát egy jelentős részt az én munkám is itt ebben a könyvben tulajdonképpen szerkesztői munka, részint szerkesztői, részint szerzői, ez lenne
legpontosabb talán. Ugye, ha ebből a kötetből megismerjük azt az életutat, illetve az egész család életútját, a dédpapától egészen napjainkig. Igen. Én azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos. Gondoltál már rá előtte is, hogy azt az egészen különleges pillanatsort valakinek így elmond, hogy hiszen akár a dédapád története is egy teljes regényt megér. A nagyapádé nem különben. Igen, tehát kedves vagy. Arra, hogy az enyémre, arra nem vagyok. Mondjuk annyira hiú vagy szóval, mert óhatatlanul, ha valakiről megjelenik egy ilyen könyv, az olyan valami hiúságot kelt bennem, szóval inkább, hogy mondjam én, nem jó érzés, hogy ennyire jó, hát dehogy nem jó érzés. Belezavarodtam. Arra gondoltam, hogy főleg a nagypapa életét, ugye akinek az apja főispán volt, Erdély Fogaras főispánja volt a nagyapja. Az apja szintén nagyon tehető, 100-1500-ig vezették vissza a nemességi történetet, és tengerésztisztként filmében végzett, végigharcolt az egész első világháborút, számos kitüntetést kapott, utána egy darabig, amíg ugye nem engedt béke, egyezmény szerint Magyarország nem létesíthetett hadsereget, addig egy polgári hajózási társaságnál volt hosszú lejáratú tengerészkapitány. Aztán, amikor alakult a folyamőrség, hazajött, és folyamatosan hajadt a lagrétán, míg a folyamőrség főkapitánya lett. És rengeteg napi parancsot adott ki. Az ő élete, ő is egy elvált asszonyt vett el feleségül ráadásul. Az egy regényesebb lett volna. De hát ezek mind gótbetűkkel írt levelezések vannak az édesapjával, kinevezései nagyobb rész megvannak, kitüntetései. Hát el kellett volna menni a hadtörténeti múzeumba, és ott megnézni a korabeli újságokat, amire én már képtem vagyok, vagy megbízni valakit, érdeklődtem, jó pénzért utána jártak volna, de hát nem. Ezek a történelmi mélységek, amit most itt kivonatosan elmondtál, miként kapcsolódnak a játékossághoz? Hiszen azért nagyon is jól tudjuk, hogy te a gondolataidat úgy fogalmazod meg olyan egyedi módon, hogy az mindig játékos. Itt tartok ki például a kezemben ezt a... Hiába mindig tanul az ember kérlek alássan. Ez a kérlek alássan ugye a egyik kedvenc mondat része. Szóval hogy kapcsolódott a kettő egymáshoz, hogy ez mégis olvasmányos legyen, ugyanakkor azok a nagyon komoly dolgok, azok valóban komolyan veendő. Ezek is a Tamás érdemei, hogy ő kiválasztotta mindig, hogy ne, bár én azt hiszem a szomorú dolgokat általában elkerültem az ilyenni. A kitelepítés alatt rengeteg megaláztatás érte a családot. Minket, a bátyám állít, nem, mi ezt természetesnek vettük, hogy így élünk, most ez van, az van. De mondjuk ez is egy igaz történet, amikor úgy jött ki, hogy mindig tanul az ember, hogy a nevelt fia március 15-én a barátjával ment a Petőfi szoborhoz koszorúzni. Utána megvolt a hivatalos koszorúzás, hozzá kell tenni, nem én biztattam őket, nem én. Ő náluk volt egy ilyen. Akkor ketten odaálltak ők is, koszorúztak, fejet hajtottak mindenki nagy bánatára, és akkor körbe volt véve rendőrökkel az út le volt zárva. És ott volt a őrs kapitány, akinek a felesége a városi könyvtárban dolgozott, úgyhogy nem volt meg a 8 általánosa, de én intéztem el a városházán, hogy mintha esti tisztás, így kivette az igazolást a osztályvezető, kiállít, mondta neveit, ez az, megvan a 8 általános. Na ehhez jó barátságban voltunk. És akkor mondtam neki, hogy kicsúszott a számon ez a szó, zsernyákok. Mondd meg, mi a fasznak kell ide ennyi zsernyák? Ez csak feltűnést kelt.
Azt mondja, tudod, miért van nyitva rendőrnek hátul a téli kabátja ezzel a vágással? Mondom, persze, jobban tudjanak futni a tolvaj után. Nem, azért jobban ki tudják nyalni a següket. Hát ez szólt nekem. Tehát mindig tanul az ember. Ez volt ilyen poénok össze. Tehát ezek az érdekességek nyilván felkeltették a figyelmet olyannyira, hogy ezt... Hogy ezt belevetted. Belevetted méghozzá úgy, hogy illeszkedik is. Nehéz feladat volt egyébként? Számtalan, nem volt igazán nehéz, mert számtalan olyan szereplő ember van a könyvben, vagy volt Tony életében, illetve van is Tony életében, akik hát egyszerűen dervis, jópofa figurák, és tényleg akár regény vagy novella hősök lehetnének. Én nem tudom, van egy tanára volt bizonyos Jimmy, ez volt a beceneve, mert hogy horgas, hát az orra boxoló volt, és sérült volt az orra, picit ferde volt talán, ugye? Igen. És így aztán Jimmynek nevezték. Ez a Jimmyvel volt talán életében először Tony a Balatonnál. Persze ott a Tony is kapott egy pofont, mert későn érkezett vissza este a sátortáborba. Igen. Majd aztán ebből a Szabó, ugye? Szabó Jimmyből. Szabó. Múzeumigazgató lett Balmazújvárosban, és a... Nem, Csalgótarján. Csalgótarjánban, másik nógrádi városban. És hát a történet szerint kocsmákban járva szerzett felbecsületetlen padláson heverő értékeket, hiszen a kocsmában az ívók elmondták, hogy mit őriznek ők otthon, és hogyha gondolják... A helyi kastélyból, amit kifosztogattak. Vannak ilyen figurák, van egy Joe bácsi, aki nyakkendő tisztításra foglalkozott, és mert 20 évesen oda jártak hozzájuk, nem tudom, kártyázni, meg szórakozni a haverokkal. Hát egy nyakkendő tisztítással foglalkozó ember már csak akkor lenne viccesebb, hogyha királypárti lenne, és ez éppenséggel királypárti volt. Úgyhogy... Vagy éppenséggel Cejgnak drágos. Cejgnak drágos, hát az meg pedig Tónyéknek a saját találmánya. Ezt viszont majd felolvassa Tóni bácsi, illetve te magad, viszont mielőtt folytatjuk, ugye a bemutatón kevés szó jutott neked, uh-huh. és ott felolvastad az előszót. Én igen. most arra kérlek, hogy olvasd fel itt nekünk is. Az előszót. Oké. Mert hogy érdemes meghallgatni. Oké. Na jó, akkor állj meg itt egy szóra. Kértem meg Tónit, amikor éppen pécsi rokonairól, édesapja szüleiről mesélt nekem. Arató Antal, a címzetes könyvtárigazgató néha vendégeket fogad székesfehérvári otthonában. Az előszobában felaggatott csengettyüket rázza meg, ha szívesen látja a betérőket. Azután néha egy pikoló sörtársaságában szívesen beszélget velük. Néhány éve magam is bejáratos lettem ide barátaim oldalán. Tony úgy képes örülni a más ember apró cseprő sikereinek, ha megtudja, hogy jól sikerült egy ebéd, egy írás vagy barátja fiának egy iskolai előadása, mint senki más. Őszinte lelkesedéssel. Érdeklődéssel figyeli a másikat. Nem vettem észre, hogy azonnal a magáét akarná mondani. Ez ritka magatartás. Ha azonban mesél, történeteivel nevettetni vágyik. Vége eseteket idéz fel, anekdotázik. Azt pedig soha nem tapasztaltam, hogy szavainak, véleményének a mögötte lévő évtizedek súlyával kívánna nyomatékot adni. Noha megtehetné. Úri passzióból folytatott beszélgetéseinket 2021-ben jóleső munkává alakította az az elhatározás, majd lehetőség, hogy interjúkötetbe sűrítsük történeteit. Olvassák így a könyvet. Kérdezni nem is kell Tónit, mert bár nem tolakszik, de ha figyelemmel, érdeklődve hallgatjuk, szívesen mondja el az élete izgalmas, szórakoztató epizódjait. Történeteinek hőse zömmel ő, de hősködésre nem kell számítaniuk. Arató Antal, meglátják, esendő. Ahogy mindenki más. Csak mi, a többség, ezt szeretjük palástolni. Olvashatják, volt rá eset, hogy Tony elkezdett valami fontosat, de ráunt, ezért nem fejezte be szülei bánatára. Máskor jól bereggelizett a késve visszahozott könyvtári könyvek késedelmi díjaiból. Megint máskor a könyvtári statisztika megtévesztésében játszott főszerepet. Volt olyan is, hogy túlzásba vitte a humort. Történeteinek éppen ez, a piedesztál könnyed elkerülése ad hitelt. Nem áll föl rá. Noha megtehetné.
van egy másik attitűd is, amiről szólni kell. Voltak éppen emiatt álltunk meg egy szóra mindjárt itt, a legelején. Családja és saját maga kisgyermekként megélt kitelepítését, az X-es származás bélyegét, a nélkülözést, a zaklatott éveket Arató Antal nem rója föl senkinek. Amikor mesél, amikor elmondja történeteit, még ha azok nehéz időkről szólnak is, nincsen benne vád, nincsen benne szomorú dű, nincsen benne semmiféle morgás. Derű árad belőle, kedv, életöröm. Balszeme világának elvesztéséről ritkán beszél. Nem hibáztat érte senkit, így meg sem tudja nevezni az elkövetőt. Harapófogóval kellett kihúznom belőle, hogyan történt. És innen ő beszél. Véletlenül, kapálás közben sérült meg a szemem. Úgy 5 éves koromban lementünk nyaralni valamelyik rokon családhoz Pécsre. Valószínűleg édesapám nővéréjékhez. Az évszám 1947. Élelmiszer hiány dúlt, de nekik volt egy kis telkük. Oda jártak ki krumplit szedni. Az egyik férfi kapálta ki, dobálta maga mögé, én meg segítettem, mentem utána és szedegettem föl. Belerakosgattam egy kosárba. Igen ám, de valahogy gépiesen hátranyúlt egyszer a kapával, ahogy akkor szokott, amikor nincs mögötte szedő. Éppen akkor hajoltam le. Véletlenül beleütött a szemembe a kapával. Így történt. Azóta nem látok vele. Akkor aztán hívták a mentőt, elvittek az ottani leghíresebb professzorhoz, aki azonnal megműtött. Annyit sikerült elérnie, hogy a fényt érzékelje a bal szemem. Tehát a szemidegeket, ha odahalad az orvostudomány, meg lehet majd műteni, azok nem haltak el. No, még nem haladt oda az orvostudomány. Sürgetem is az illetékeseket, haladjanak egy kicsit gyorsabban. Na mindegy, még 20 évet kell élnem. Legalább. Annyi baj legyen. Amikor aztán az 1970-es években megélt jászberényi vadászkalandjairól mesélt, számra jött egy szemtelen kérdés. Meg ne haragudj, Tóni, te jól célzol? Persze, nem kell behunni a bal szememet, mert amúgy se látok rajta. Vágta rá nevetve. No, én azt gondolom, hogy ez az először is bizonyítja, hogy milyen sokszínű lehet egy életrajzi regény, és megerősíti, hogy igenis érdemes a múltban révedezni, bár ez a 21. században nem teljesen természetes. Egy kicsit beszéljünk még így a vége felé a kiadóról. Ugye én magam is azt írtam a Fehérvár magazinban, hogy a Vesszőparipa érdemes volt erre a lóra felülni, mert egy remek kiállású önmagában a könyv. Hogy ismerkedtetek meg ezzel a kiadóval, hiszen ez egy bizonyos értelemben új történet. Ez egy új kiadó. A Hírbelebom Szociális Szövetkezet Berkein belül tulajdonképpen egy kiadói, könyvkiadói programnak az elnevezése, és ezt tulajdonképpen a munkatársaimmal, Nagy Tibornéval, Nagy Norbertel, másokkal emiatt a könyv miatt hoztuk életre, vagy hoztuk létre. És hát ez a Vesszőparipa egyfelől ugyanaz a játékosság, amit meg derű, vagy életöröm, amit Tónittól is tanulunk. Talán a kifejezése. Meg hát a Vesszőparipa az olyasmi, hogy csak azért is attitűd. Mindenáron szeretnénk ezt csinálni, szeretnénk ilyen könyveket létrehozni, szeretnénk, hogyha... Hát manapság azt mondják, nagyon drága a papír. Úgyhogy azon vagyunk, hogy ha már luxus a papír, akkor az a könyv az legyen tökéletes, akkor legyen borítója, legyen kemény borítós, ha lehet. Esetünkben Székesfehérvár támogatása kellett ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk, legyen hozzá akármi könyvjelző is. Én magam nem szeretem a Cérna könyvjelzőt, hanem az ilyesmit szeretem. Úgyhogy hát ez a... Emiatt ez a nevünk. Meg azért is, hogy akár szívesen fogadjuk olyan szerzőknek a jelentkezését, akik szeretnének hasonló könyveket kiadni, és esetleg bennünk bíznak, mert hiszen a kiadó emberei csináltak mindent a tördeléstől kezdve a borító tervig, a szerkesztésen át. Megerősítést jelent számotokra a siker, hogy ez sikeres lett ez a könyv, elfogadott, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon várt és olvasott is lesz. Tóni bácsi, mit gondolsz erről? Nekem igen, én nem gondoltam, hogy ez a nagy siker. Hát tulajdonképpen minden 10. embert megkérdeznék, legalább minden 5. vagy 10. minden embernek egy élete, egy regény. Csak talán nem olyan sok felé ért, meg lakott, mint én, meg dolgozott annyi munkahelyen. De hát ehhez kell egy
egy szerző, aki jól kérdez, és hát szerénységem mondjuk kell, aki jól tud válaszolni rá. Ámen. Hogyan tovább? Óvádész, Tamás? Adott esetben, mint ahogy mondtam, hogy szívesen vár a kiadó szerzőket, én magam is szívesen írnék még hasonló könyveket, emberekről is, szervezetekről is, bárkiről, aki, hát bárkiről nem, de olyanokról, akikről érdemes könyvet írni. Egyfelől, másfelől meg néha viccből mondtuk el, hogy mi az a tervünk, amit elsősorban Tóni terve, de hát szerintem rá becsatlakozok én, hogyha ő ezt komolyan veszi. Van egy könyvötlet, úgyhogy Tóni, mondd el, hogy hát az nagyon az egyszerű. Amikor Jászberényben voltam, könyvtárigazgató, szerkesztettem egy WC újságot, ami azt jelentette, hogy ami szép irodalomban emésztéssel, kiválasztással előforduló versek, szép prózai írások voltak, azokat kigépeltettem, a kollégáknak is szóltam, egy vasak dosszié lógott a mosdóba, és ott lehetett olvasgatni, mondjuk Berda Józsefnek Rám jött a szükség című versét, vagy Joyce Ulisseséből, amikor Mr. Bloom a fabodéba hosszan üríti ki a beleit, háromféle fordításban, Szent Kuti Miklós és mások. Hát annyit beszélnek manapság az evésről, a főzésről. Hát a legfontosabb dolgok egyike, ehhez kapcsolódóan a emésztés, a kiválasztás. Ebből egy kis antológiát állítanánk össze, akár bibliográfiával. Ezt még a könyvtárak is megvennék, ezt betennék a mosdóba, de érdekes olvasmány lenne. Lásd, és Isten hozta, Őrnagy úr. Én már is üdvözlöm ezt az ötletet. Mellette állok, hogy ez jelenjük meg. Szépen. És én pedig köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek, mert én azt hiszem, hogy ez felüdülés mindenkinek, és erre biztatom, kedves nézőink, önöket is, hogy higgyék el, hogy ez valóban felüdülés, ez az életrajzi interjúregény. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek. Mi köszönjük szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, és nem úri passzió volt a részemről a két meghívott vendég, hiszen ez az interjúregény Arató Antallal egy fantasztikus kötet. Olvassanak. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.